Lehetetlen, Istennek azonban lehetsége. Szinte ugyanazokat a szavakat halljuk, mint a fogantatás pillanatában. Már de nézzük, a boldogságot tűz Mária, és kételkedik abban, hogy milyen hatalmas ajándékot kap. És a válasz ugyanaz, mint nekünk, így kételkedik a saját üdvözlőben, hogy új szövetségben is sokszor olvasjuk, Jézus szavával gyógyít, akarom, tisztulj meg, akarom, hogy egészséges légy, és megvalósul. Köszönjük, hogy mindannyian üdvözlőt. Mária ilyenképpen megszületett Mária fogantatása előtt, hiszen a zsidó levélben ezt olvassuk, a megyek Istenem, hogy teljesítsem akaratodat. Az Úr legyen veletek! Ezen a napon az Isten szülőszüzet fölvetted a mennybe, így ő lesz egy házad megdicsőlésének kezdete és példája. Zarándok néped igaza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg a ő testét. Amen.
békében, és add meg teljes egységét. Hát ez így nem utolsó, hogy tudom.
Atyának és a Fia, kivédőben is és is.
mindenható örök Isten, te a teplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségre emelte. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmányban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. Két feje volt, és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte, és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, nem is akármilyen királynő, nem ennek a földnek,
volt a királynője, nem földi országnak volt a királynője. Hiszen életében ki gondolta volna róla, hogy ő királynő. Nem látszott rajta, nem ért soha a királyi palotában. Az ő egyszülött fiát is a legalázatosabb helyen, a legszegényebb helyen egy istállóba hozta a világra. Ki gondolta volna azt, hogy a legnagyobb király született akkor a földre. Gyermeket szült, és a gyermeket már is várta a gonosz sárkány. Hát vajon ki ez a gonosz sárkány? Hát persze, hogy a gonosz az ártó, a hazugság atya, aki kezdettől fogva lázadott. És mivel a legigazabb ember a világra született, Szűz Mária, és az ő szent fia, aki Isten, valóságos Isten és valóságos ember, hát hol lenne az ártó, a hazugság atya, ha nem ott? És hol próbálna ártani, ha nem ott? Gyermeke vaspálcával kormányozza a nemzeteket. Ez egy keleti királyságból vett kép. Az volt a szokása nagy uralkodóknak keleten, hogy azzal fejezték ki az ő korlátlan hatalmukat, azzal nyilvánították ki, hogy egy cserépedényt egy vaspálcával összetörtek. De a cserépedényre ráírták a szomszédos nagy nemzeteknek a nevét, és az volt a jelképnek az értelme, hogy amint most az uralkodó összetöri a vaspálcával a cserépedényt, úgy töri meg majd az idegen népeknek a birodalmait is, a hatalmát. A mi Urunk Jézus Krisztusról már előre így jövendőltek, hogy vasvesszővel fog majd kormányozni. Megtöri az ellenség hatalmát. Vajon nem-e a gonosz lélek, az ártó, a hazugság atya, az, akinek a hatalmát megtörni jött Jézus Krisztus? Az időknek a beteljesedése volt az, amikor eljött Isten küldötte Gábor angyal, és köszöntötte a szűzanyám. Ahogy ezt olyan sokszor elmondtátok ma is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel vagy teljes. Az Úr van te veled. És miután azt is megtudta a szűzanya, hogy a mennyei atyának mi az akarata? Az az akarata, hogy Isten, aki emberré lett, és testben közénk jön, annak legyen egy édesanyja, és hogy erre őt választotta ki, a szűzanya nem azt mondta, hogy hát én ezt bizony nem vállalhatom, mert én nem vagyok olyan erre a feladatra méltó. Azt sem mondta, hogy jaj, mi lesz ebből, megtudja a jegyesen József. Hanem szeriden annyi válaszolt, hogy az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem minden a te szavad szerint. Nagy jelő, valóban nagy jel. Sokkal nagyobb jel, mint gondolnánk. Ugye a mi atyánkban mindig elmondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. De amikor arról van szó, hogy elfogadjuk-e például a betegségeket, tudom én testvérek, hogy az nagyon nagy dolog. De amikor arról van szó, hogy most elfogadjam-e a gyermeket, azt is tudom, hogy az is nagy dolog, hogy azt is el kell fogadni. Vagy arról van szó, hogy elfogadjam-e a házastársamat, aki folytonosan veszekedik velem, vagy inkább elküldjem őt. Azt is tudom, hogy ez is nagy dolog. De tanuljunk a szűzanyától, mert nagy jelű. Íme az Úr szolgálója legyek, legyen meg nekem a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Hát Istennek az akarata az, és ezt magam számára is mondom, hogy el kell fogadni a szenvedéseket, a kereszteket. De mi értelme van ennek a sok szenvedésnek? Könnyű a szűzanyának. Ő nem volt beteg. Könnyű a szűzanyának. Szent József hűséges volt hozzá, nem veszekedtek. Valóban olyan könnyű volt neki? Hiszen tényleg békesség volt a családjukban. Na de nézzük meg, hogy mi lett a vége. Hogy az Úr Jézus gyalog követte, és vállalta a szegénység. Az, hogy mások elvallották. Vállalta a megszégyenítést,
hogy az ő szerelmetes fiát megkorbácsolták. Tövis koronát megcsukolták, leköpösték. Ő a királynő azt kellett lássa, hogy az ő szent fiát tövis koronával koronázzák meg. És nádfászával, ami jogarú szolgált, a fejét veri. És a trón is, amire fölemelték, olyan trón volt, hogy nehéz volt volna róla lejönni. Oda szögelték. Jobbról és balról két másikat. Igazi, valóságos trón volt. És a szűzanya nem figyelte. És nem mondta, hogy atyám, mennyei atyám, te nekem ezt nem mondtad, amikor háborongyalat elküldted, hanem csak jókat ígértél, hogy a magasságbelinek a fia lesz majd az, aki születik. Ezt nem mondta a szűzanya, hanem csendben arra gondolt, hogy legyen meg a te akaratod. Az Úr Jézussal nagyon rokon lélek volt ő a szent fiával. Jézus is ezt mondta mindig a mennyei atyának, legyen meg a te akaratod. Ugye még az utolsó este is, amikor vérrel verítékezett. Uram, atyám, ha lehet, kerüljön el ez a kehely, de legyen meg a te akaratod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. A szűzanya végignézte a keresztre feszítést. És azt, hogy az ő szent fia hogyan mutat ki. Erre szoktuk azt mondani, hogy fájdalomnak tőre nyálta át. Kezdet kezdetén, azon a szép napon, amikor a szűzanyát meglátogatta a Gábor angyal, és ennek hatására ő fölkereste Erzsébetet, ráébredt a hivatására. Milyen szép volt az, és Erzsébet folytatta a köszöntést, amit Gábor angyal elkezdett. Az emberiség nevében köszöntötte őt. A mennyország nevében már Gábor angyal köszöntötte, az emberiség nevében pedig így szólt hozzá Erzsébet. Áldott vagy te az asszonyok között, minden embernél áldottabb vagy. És hogyan lehetséges az, pendő, hogy így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felül foglalj helyet. Az Úr, vagyis a mennyei Atya az én Uramhoz, az ő fiához. Jobban felül foglalj helyet, amíg minden ellenséget oda nem vetek a lábad elé, mint egy zsámolit. Nekünk édesanyám. Édesanyám az egyház anyja. Ránk gondolt Jézus, amikor azt mondta, nagyon bőkezű a szűzanya. Bőkezű, mert Isten is bőkezű volt vele. A Szentlélek ereje szállt rá, és nem engedte, hogy soha életébe egyetlen egy bűnt is elkövessen. Senki emberet nem mondhatja el magáról. Jézuson kívül, aki persze valóságos Isten is, és a szűzanyám kívül. Minden szent követett el bűnt. Hát akkor mi mit tegyünk? Hát akkor nem is az én érdemem az, hogy üdvözülök-e vagy nem. Ez nem. Thank you.
fogadja el a kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
szentmisét azzal fogjuk befejezni, hogy a két tárgyakat megáldja a főtisztendő provinciális atya, azután elindul a körmenet.